A panontükörnek régi hagyománya, hogy mindegyik számban valamelyik őt támogató, vagy a területen lévő város irodalmi megjelenésére ad alkalmat, tehát van egerszegi, kesztei, hévízi, letenyei és kanizsai szám is ilyen értelemben, de az azt jelenti, hogy a szám egy része szól tematikusan az egyik város alkotóiról, és ez egy jó lehetőség, hogy a második lépcsőfokra föllépjenek a kanizsai alkotók. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen ugye van kanizsa antológiánk, meg van Talkás László irodalmi körünk, ugye ez az első fok, amikor mindenki próbálkozhat, amikor már gyakorlottabb, elér egy színvonalat, akkor érhet erre a második fokra, hiszen a panontükör országos terjesztés is belép a magyar irodalmi életbe ilyen szempontból, mások is olvassák Szegedet, Debrecenbe, akárhol. Tehát ez egy másfajta megjelenési szint, és nyilván szeretném, hogy minél többen meg tudjanak jelenni. Nem csak a Takács irodalmi körön keresztül vezet persze ez út, hiszen én is válogattam most be olyat, mindennek az egységnek a szerkesztője voltam, aki nem tagja a körünknek, de jókat ír, jó minőségű ír, Prepperes Alexandra vagy a Varga Zoli költőbarátunk, aki már többször megjelent a Pannon tükörben is, vagy a honlapon az online formában, vagy a nyomtatottban, de azért az egy jelentős dolog egy költőíró életében, hogy a nyomtatottban meg tud jelenni, hiszen az igazán várt megjelenés, amikor kézbe lehet fogni a saját versét, a saját novelláját. Illetve ugye sajátosság még, nem kérdezted, de hadd mondjam, hogy sajátosság még, hogy képzőművészeti része is van a dolognak, hiszen a Kotnyek István kiállításáról vagy a Lugdíj művész szereplés lehet olvasni most ebben a számban. Most Nagy Kanizsa van a fókuszban, következő számban pedig majd Zalaegerszeg lesz. 8 kanizsai szerzőnek van munkája, és több olyan cikk van a mostani folyóiratban, ami kifejezetten a Kanizsa művészeti életével kapcsolatos. Gondolok arra, hogy Kotnyek István művészetét, vagy a képzőművészeti táborról is jelent meg cikk a mostani számba, nem beszélve arról, hogy természetesen versek és szép irodalmi alkotások is kanizsai vagy kanizsa környéki szerzőtől is találhatók benne. Ez persze nem jelenti azt, hogy a teljes országra ne lenne kitekintése a lapnak, hiszen 34 szerző munkáját tartalmazza 130 oldalon ez az anyag, és nagyon gazdag illusztrációkkal rendelkezik és képanyaggal, mint egy 70 kép található a mostani számba, és az illusztrációk között is, többek között mondjuk Kotnyek Istvánnak a művei is megtalálhatók, sőt azt hiszem nyugodtan büszkén mondhatom azt, hogy az ország talán a legigényesebben kiállított folyóiratról van szó. A kanizsai írókról egy kérdés. Ön szerint milyen színvonalat képvisel most jelenleg Nagy Kanizsa ebben az irodalmi, a jelenkori irodalmi életben? Én úgy gondolom, hogy nincsen Kanizsának semmiféle sajnálkozni valója, mert én úgy gondolom, hogy a nagy kanizsai szerzők azok megfelelő színvonalat jelentenek, mint ahogy a megye történetében mindig is élen jártak a kulturális életterületén a nagy kanizsa városában, vagy itt tanuló, vagy itt is élő szerzők. Faede munkáját tudom kiemelni a legidősebb korosztályból, de nyugodtan mondhatom, hogy a többiek is olyan színvonalat képviselnek, amelyik bármelyik más országos labba is megjelenhetnek. A képzőművészekről pedig azt hiszem, hogy felesleges is szót említeni, hiszen akár Kotnyek István, akár Ludwig és mások országos rangú művészek, akikre oda kell figyelni.